Az első is meghatározó élmény volt egy olaszországi utam, amikor, és azért volt talán ez annyira meghatározó, mert ez volt az első olyan utam, amit magamnak finanszíroztam. Egy egész nyáron át dolgoztam egy áruházláncban árufeltöltőként, és ugye egészen más az, mikor elmész a szüleiddel nyaralni valahová, és azért nem de dolgoztál meg, mint egy, egy olyan út, amit tudod, hogy szeretnél, gyűjtesz rá, készülsz rá hónapokkal előtte. Úgyhogy ez volt talán az, amikor úgy beleszerettem az utazásba. Aztán ugye jött a nagy váltás, amikor egy hátizsákos útra indultam el Malajziába. Az volt az, ami igazán megváltoztatott bennem valamit, és onnantól kezdve azt éreztem, hogy szeretnék egyre gyakrabban hasonló élményeket átélni. Angliában éltem először hosszabb távon, az egy fél évnek indult, és két év lett belőle. Közben pedig kaptam egy ösztöndíjat Hollandiába, tehát így Hollandiában is éltem négy hónapot, ott tanultam meg a nyelvet. Jelenleg két otthonom van, az egyik az Bali, a másik pedig London. Az év nagyjából felét az Balint töltöm, a másik felét az pedig Londonban. Balin utakat szervezek, és igyekszem bejárni ott a térséget, Indonéziában, a, azt a szigetvilágot. Londonban pedig nyilván ennek a, az utazásnak az anyagi vonzatát igyekszem megkeresni. Balira úgy esett a választás, hogy van nekem egy állandó úti társam, Zsani és ő töltött ki egy hónapot Balin és akkor mondta, hogy ez egy olyan hely, amit azt gondolja, hogy elég élhető, ő, ő nagyon megszerette, és szerinte ez nekem is bejönne. Úgyhogy elterveztük akkor gyakorlatilag, hogy onnantól kezdve szépen fokozatosan felszámoljuk az itthoni életünket, és megpróbálunk kimenni Balira. Akkor ugye egy fél évet terveztünk az első alkalommal, és nyilván a terv az az volt, hogy majd utakat szervezünk, és azoknak az embereknek, akik kevésbé tehetősek, azoknak is megmutassuk ezt a fantasztikus szigetet hogy ne csak a tehetősebbek és a gazdagabbak kiváltsága legyen Balira utazni. Ahogy én leszálltam Balina repülőről, és beültem a taxiba, rögtön azt éreztem, mintha hazaértem volna. Ez nagyon érdekes érzés. De hogy ez a mai napig így van egyébként, hogy, hogy mikor azt mondom, hogy, hogy hova vágyok haza, akkor én, akkor én, azt mondom, hogy, hogy Balira vágyom haza. És haza, tehát Magyarországra pedig látogatóba jövök. Amikor Balin vagyok, akkor hiányzik egy picit London, amikor pedig Londonban vagyok, akkor hiányzik Bali most én úgy érzem, hogy így megtaláltam ezt egy fél, fél év itt, fél év és most vagyok így, így a helyemen, most vagyok boldog. Néhány éve Malajziába utaztunk, és ott az utazás végét ezt Kuala Lumpurra terveztük, ott megérkeztünk éjszaka a szállásunkra, viszont elővigyázatlanok voltunk, és magunk hagytunk minden papírt, pénzt és, és fényképezőgépet. Kiraboltak minket, és azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, egy olyan sztori, ami mindenkinek hasznos lehet, hogyha meghallgatja, illetve hogy, hogy mi az, amire nagyon fontos odafigyelni, hogyha például már megtörtént a baj, és erről fog szólni az előadásom. A 2020-as év az úgy tűnik, hogy utazásokban elég gazdag lesz, hiszen néhány hét múlva indulok Indiába, ahol egy hónapot fogok tölteni, és a Vipassana meditációt fogom kipróbálni, aztán megyek vissza Balira, ott egy hónapot töltök, majd Baliról Vietnámba megyünk, egy három hétre körülbelül, azt is szeretnénk felfedezni, és a későbbiekben oda is utakat szervezni, majd pedig vissza Balira, április végétől május közepéig. És úgy néz ki most jelen pillanatban, hogy májusban indulok Londonba. Londonból majd ugye még vissza Balira, és az év vége felé még talán, hogyha összejön, akkor egy Dominikai Köztársaság. Én úgy gondolom, hogy ahogy az ember változik évről évre, mindig más és más dolgokra vágyik, ez az utazással is abszolút így van. Így amikor éppen hallgatok, mondjuk egy műsort megnézek, vagy egy podcastet hallgatok, és azt érzem, hogy igen, ez az, amit szeretnék, akkor mindent megteszek azért, hogy ezt meg is valósítsam. Van egy olyan mondás, hogy az utazás a legjobb ö, oktatás, amit bárki elérhet, én ezzel abszolút egyetértek, sőt, azt gondolom, hogy sokszor többet ér, mint egy ö, négy éves egyetemi oktatás hiszen utazások során ugye kultúrákkal ismerkedsz meg, különböző emberekkel, különböző országokból, és ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy te is nyitottabbá válj. Tehát utazni abszolút jó, és abból lehet szerintem a leges legtöbbet tanulni. Én azt gondolom, hogy a Vécsi Világjáró Klubjának előadásorozata egy nagyon érdekes, fontos és egy jó felület arra, hogy azok is belecsöppenjenek ezekbe az történetekbe, akik mondjuk nem utazhatnak, vagy nem tudnak, vagy még nem mertek el elkezdeni utazni. Úgyhogy na, számomra ez egy nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetek. Sok emberrel megismerkedhetek, és a történeteimet sok embernek átadhatom. Kövessétek a Szilárdutakont a Facebookon, Youtube-on és Instagramon. A következő előadásokról a Világjárók klubja Bécs Instagram, Facebook és Youtube csatornáján tudtok informálódni.